A naponta alkoholt fogyasztók aránya alacsony Romániában, viszont a havonta italozóké már ennél jóval magasabb. Európa szinten az alkalmanként nagy mennyiségben elfogyasztott alkohol tekintetében is élen jár az ország. Az Eurostat legújabb felméréséről Barta Éva szakértőt kérdeztük. Az EU összlakosságában minden 12. felnőtt fogyaszt naponta alkoholt, közel 30%-uk hetente, több mint 22%-uk havonta, majdnem 14%-uk alkalomattán, de körülbelül 26%-uk soha, vagy a vizsgált évben egyszer sem, derült ki az Eurostat felméréséből. Romániában a lakosság 35%-a havonta legalább egyszer leissza magát. Legkisebb arányban a 15 és 24 éves korosztály, legnagyobban pedig a 75 év felettiek. Románia a második helyen áll abban a nagy berúgások tekintetében tulajdonképpen. Mindenhol összehasonlítják a férfiak és a nők alkoholfogyasztását is, és a statisztikák szerint a férfiak azok, akik gyakrabban fogyasztanak alkoholt. Mindig fennáll az is, hogy a valóság egy kicsit másabb, illetve hogy ezek a felmérések nem teljességgel tükrözik a valóságot. Barta Éva elmondta, hogy bár ezt illetően nem készülnek felmérések, a családokban a naponkénti alkoholfogyasztás különösen vidéken elég magas arányú. Minden korosztály számára kockázatos a túlzott italozás, de a fiatalok esetében az egészségügyi problémák mellett a balesetek esélye is megnő. A Bónusz Pásztor Alapítványnál különféle rövid és hosszú távú programok elérhetők a segítségre szorulók számára. Legközelebb a hónap végén indul egy újabb 12 napos programjuk, csoportos, illetve egyéni terápiás programokkal.